köszönni az itteni vezetőknek, játékosoknak és minden egyes dolgozónak, hogy minden feltételt biztosítottak és mindent alárendeltek annak érdekében, hogy a csapat, hiszen a statisztikákat megnézik, nagyon kevés csapatnak sikerült az, hogy a következő évben felkerüljön. A Mezőkövesnek sikerült, hogy egy év után felkerüljön, és most hála Istennek a Puskás Akadémiának is sikerült. Nagyon-nagyon jó érzés két fordulóval a bajnokság vége előtt bajnoki címet ünnepelni. Alakultak az eredmények, hogy most győztes meccs nélkül is bajnokok lettünk. Nagyon nagy volt az előnyünk a második és a harmadik csapattal szemben. Nagyon örülök, egész évben komoly nyomás alatt játszott a csapat, de a játékos keret ezt elbírta, a játékosok személy szerint elbírták. Most még maradt két mérkőzésünk, ahol felhőtlenül játszhatunk nyomás nélkül, de mindenképpen koncentráltan és alázattal, és aztán egy jó felkészülés után nekivághatunk a nagyon nehéz NB1-nek. Meg volt a legnehezebb időszak ebben a szezonban? Hát mindenképpen az első 13 forduló. Az nagyon nehéz volt, utána ugye az ősz vége jól sikerült, a téli szünetben történtek változások, megerősítették a keretet, új szakmai stábot kaptunk, és onnantól úgy érzem, hogy kiegyensúlyozottan játszottunk, és szerintem megérdemelten nyertük meg a bajnokságot. Voltak olyan mérkőzések, amikor sok ember már tettett minket, és a csapat meccsről meccsre tette a dolgát. Azt gondolom, hogy egyetlen egy mérkőzés sem volt olyan, hogy kétségférjen ahhoz, hogy a csapat nem tesz meg mindent a győzelemért. Úgyhogy hálás vagyok nagyon a játékosoknak, hogy ilyen nyomás alatt, és néha idegen kaptunk hideget, meleget, amit nem érdemelt meg ez a csapat különböző szurkolóktól, és azért is büszke vagyok, hogy ezt a játékosok nagyon-nagyon jól viselték. Most már mindenki felszabadult egy kis ünneplés után? Igen, egy kicsit ünnepeltünk, szerettük volna megnyerni ezt a tegnapi mérkőzést, és a hátralévő két mérkőzést is szeretnénk megnyerni. Úgyhogy kicsit nehéz volt így az ünnep, hogy csak döntetlent játszottunk, szerettünk volna nyerni, de reméljük, hogy a következő két mérkőzésen megadatik. Kicsit avasd be, hogy milyen ünneplés volt az öltözőben? Hát nagy ünneplés volt, de ez csak a kezdet, úgyhogy szerintem most még a este folyamán még tovább megyünk. Van már konkrétum, hogy hova? Hogyan ünnepeltek? Szerintem vannak a csapatból, akik szerveznek valamit, úgyhogy mindenképpen hosszú lesz az éjszaka. Az NB1 az egy magasabb szint. Láthattuk, hogy a Vasas is megszenvedett az előző évben, most a Mezőkövesd is megszenvedett, tehát minden felkerülő csapatnak azt hiszem az elsődleges célja az, hogy helyt álljon és bent maradjon. Nekünk is ez lesz, persze nem megyünk sehova felemelt kézzel, de tisztelve az ellenfeleinket, nagyon jó felkészülés után úgy érzem, hogy bizakodóan vághatunk neki az NB1-nek. Nyilván itt a nyári szünet alatt meg kell erősíteni a csapatot. Ezt azért látni kell, hogy mindenképpen erősítésre szorul a csapat. Az NB1 azért az erősebb bajnokság, mint az NB2. Úgyhogy nekünk is többet kell, itt személy szerint nekem is, úgyhogy mindenkinek többet kell nyújtani az NB1-be, hogyha valamit szeretnénk. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy jó felkészüléssel, egy jó erősítésekkel esélyünk az NB1-be is. Ki lesz a bajnok az NB1-ben szerinted? Nehéz megmondani, úgyhogy hát, hogy ki lesz. Szerintem a Videóton erősebb, mint a Honvéd, már hazai pályán játszanak a Honvéd, nekik az egy pont is elég, de szerintem a Videóton nem jön.